Sziasztok, fiúk, lányok, az M3 autóparma vagyunk. Concerto már is mutatja nektek az autót, amit szeretnénk megmutatni nektek közelebbről. Egy Ford K-ról lenne szó, ami 1997-es, majd félig van üzemanyaggal, és megvannak a gyári kulcsai. Már indítom is nektek, hogy lássátok, hogy hogy indul. Igen, könnyedén indul a kis szerkezet, jó az önindító benne, jó a motorja, és vadonatúj akkumulátor van a kis autónkban. Ezen kívül hallhatóan szépen veszi a fordulatot, ami úgy 60 lóerős és hengerenként injektoros motor van az autóban. Gyári zene, ez szól is benne, egy szép ötös váltókar itt mellettünk, nincs elkoptatva, amúgy a kormánya is rendezett, légzsák is van benne, ezen kívül húszok extrát nem tudok felsorolni, de a belseje az teljesen kultúrált, használható állapotú kocsiról van szó, ugye hátul pillangóablakok vannak, szépek az ülései, hogy mondjunk jót is ugye az autóról, majd mondok rosszat is, akár itt kezdhetjük a rosszat is, ugye a Ford K-knak van egy ilyen típus hibája, itt a sárvédő íved, meg a tankbeöntő nyílásnál, üzemanyagbeöntő nyílásnál korrózió elindult rajta, viszont 2017 8. hóig van műszaki vizsgája, vannak benne finom vizecskék, benne fagyáló, és itt van velünk Feri és Peti, és ha esetleg a Ford K-n megállnak, akár egy kis versenymotort is adunk hozzá ajándékba, azzal lehet tovább menni, mint akár Magilla, Gorilla, aki ugye emlékszik rá erre a figurára. Tehát piros színű autónk van, zöld színű üvegekkel, és egy 60 lóerős hengerenkénti motorra, ami itt ketyerészik a motortérben, mint mondottam, garanciális akkumulátor van benne, ez új aksi benne, illetve szerintem csendesen jár a moci benne, jól indult, ezt láttuk, hallottuk, van műszakia, már csak szerintem belekerülni, mert benzin is van benne, úgyhogy gyertek és vigyétek tőlünk el ezt a Ford K-t, a viszontlátásra.